A megfogalmazott tervek közül kiemelt helyet kapott a Zentai Közkórház új CT berendezésének működésbe helyezése. A remények szerint erre már február végén sor kerülhet. Folyamatban van a kórház tervezése, ami úgy szintén az év első felében el fog készülni, és remélhetőleg a második felében, az év vége felé megindul konkrétan is legkésőbb a, az építkezés. Ezen kívül a iskola rövidesen, ha minden jól megy, tehát itt is pár hónapról beszélünk csak, maga a kivitelezés is el tud indulni. Ez sem olyan projekt, ami egy-két hét alatt befejeződik, hanem egy kicsit hosszabb ideig tart. A helyi VMS tervei között szerepel az utak aszfaltozása és felújítása, a közvilágítás és a kerékpár utak kiépítése, a zentai népkert és a medencék felújítása és az idősek otthonának kiépítése is. A zentai távfűtési rendszer teljes felújítását is tervbe vették, mivel a távfűtés csövei sürgős cserére szorulnak. Nem csak a városban, hanem a környező falvakban is a közművesítés fejlesztése kerül előtérbe az idei évben a tervek szerint. terveink szerint az idei évben megvalósul kerülben az aszfaltozás a két falu között, kevés török falu között, ez már hosszabb ideje várattatott magára, valamint a tornyos iskolánál a napkollektorok felszerelése, ezek is megtörténnek, és így gazdaságásabbá válik a, a vízhasználat, valamint az iskolai fejlesztéseknél, a Bogaras iskolánál is fejlesztések fognak történni. A község falvaiban a további tervek szerint óvodai és iskolai fejlesztésekre, valamint a művelődés életfellendítésére szeretnének nagyobb hangsúlyt helyezni 2019-ben.